Köszöntjük az Enharmonic stúdióban Juhász Gábor jazzgitárost. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást a mai workshopra, illetve ugye koncertetek is lesz Blahó Attilával. Néhány kérdést fogunk körbejárni, ami igazából a jazzgitár szerepével kapcsolatos. Ha jól tudom, te nem csak jazzt játszol, hanem világzenét is, ami sokszor klasszikus gitáron, elektromos gitáron, akusztikus. Mit gondolsz arról, hogy a gitár az egy stílusokon átívelő hangszere ebből a szempontból? Hát köszönöm én is a meghívást, meg hogy utána néztél akkor ezek szerint az életemnek, ez különösen megtisztelő. A gitár egy rendkívül ősi hangszer. Tehát az, hogy van egy olyan hangszer, amit a kezedbe tudsz venni, és körülbelül abban a lágéban szól, mint ahol egy férfi mély hangnak a legmélye, és egy mondjuk női szopránnak úgy körülbelül a közép teteje, vagy talán azt kell, hogy mondjam, a legteteje, és akkordokat tudsz rajta fogni. Tehát ez szinte mindig mindenhol volt. Az akkord nem feltétlenül, de hát a gitárnak az egyik közeli rokona, a szitár, ugye az indiai hangszer, a tár az azt jelenti egyébként perzsául, hogy húr. És ezeknek a rokonai, tehát a citera is ennek a rokona, meg az ektár, meg a szóval összes ilyen tár nevű hangszerek, ennek a másik ilyen rokona a lant, vagy az ud, lút, lant, amelyik ugye domború hátul. Te megnéz az ember egy reneszánsz festményt, akkor egy lantost lát rajta, akik mellett énekel. Tehát ez a fajta méret szerintem nem csak, hogy műfajokon, hanem korokon, tehát mindenen átível. Úgyhogy valóban akusztikus gitár, én amikor ilyen világzenei dolgokat csináltam, tehát akár az indiai zenével, a balkáni zenével és a magyar népzenével is, tehát feldolgozásokat csináltam, ott leginkább bizony az akusztikus gitárt használtam. A nejlóhúros ráadásul. Valahogy azt éreztem, hogy jól szól benne. És ha leszűkítjük a jazzzenére, akkor a jazzzenében a gitár az mennyire központi helyet foglal el szerinted? Hát egyre központibbat. Tehát amikor kialakult a jazz, ez egy különleges helyzet, tehát hogy New Orleansra visszanézünk, ott egészen egyszerűen arról volt szó, hogy amikor a francia hadsereg kivonult New Orleansból, akkor ott hagyták a katona hangszereket, és akkor a fekete zenészek ezeket megkapták, tehát a harsonák, a trombitákat, akkor már szaxofonot, és egy belga-francia hangszer volt, klarinétot, ilyesmit. Tehát, hogy hirtelen ott lettek ezek a fúvós hangszerek. Valahogy szintén a jazznek az ős eredete a blues zene, ez a Mississippi blues környék. Valahogy oda került a banjo, a gitár, tehát most, ha egy blues zenészre gondolunk, B.B. Kingre, vagy Muddy Watersre, vagy tudom, akkor gitárt látunk a kezébe. Tehát ilyen értelemben ennek a afroamerikai zenének az elején ott volt a gitár. Az tény, hogy a swing korszak közepén, vagy a bebopnál, a modern jazznek a születésénél nem a gitár volt a központi hangszer, inkább a szaxofon, trombita, zongora, de dob. El szoktunk erről feledkezni, hogy a dob, mint hangszer, a dobcuc, az a jazzzel született meg. Tehát nem volt olyan, hogy lábdob, amit tudom én. Tehát az az első igazán forradalmi hangszer. A gitár ugye akkor kapott teljes jogot a jazzben, amikor elektromosan ki tudtuk hangosítani, vagy ki tudták. Előtte egyszerűen nem volt olyan hangereje. Tehát itt Django Reinhardt-ék játszottak itt Franciaországban egy halkabb zenét, de hát nagyon erősen. Amerikában is volt Eddie Lang például, egy Joe Venuti nevű hegedűssel játszott, de nem voltak annyira elől, míg aztán a Charlie Christian a 40-es években elektromos gitárral, mind a Benny Goodman-nél, mind a Charlie Parker-nél ebben a bebop forradalomban behozták az elektromos gitárt. Az már eléggé ehhez hasonló hangszer volt egyébként, ennek egy kicsit az őse. És azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ugye a 70-es, 80-as évektől fölfele a gitár a jazz zene irodalomban behúzódott középre. Tehát érted, egy Pat Metheny-t, egy John Scofield-ot, egy Bill Frisell-t, egy Mike Stern-t nem lehet kikerülni. Tehát ők a maguk korának ugyanolyan vaskos, erős komponistái, mint egy Herbie Hancock, vagy Chick Corea, vagy Michael Brecker, vagy Jack DeJohnette a maguk hangszerein. Ha már elektromos gitár, akkor mennyire determinál az, hogy milyen típusú elektromos gitáron játszol, és például ugyanazt a témát különböző gitárokon, ha megszólaltatod, akkor mennyire különbözik maga a zene, amit játszol így? Hát valószínűleg minden egyes hangszerben benne van egy
benne van egy személyiség, benne van egy hangzás. Ugye, nekem is többféle gitárom van, játszok Telecaster-reken, szeretem őket, meleg hangúak, de mégis van valami chillingelésük. Voltak Stratocastereim, tehát van az úgynevezett 335-ös Gibson, ami ez a pillangó, mint a BB King-nek van, azt is szeretem, meg ezeket a nagy kövérgitárokat is. Hogy azt gondolnánk, és ez volt eredetileg az előfeltételezésük egyébként a Les Paul-nak például, hogy nem lesz érdemi különbség a hangban. Tudnék, a fizika baromira egyszerű. Tehát van egy fémhúr, egy vas húr, tehát olyan, amiben van vas, meg van benne egy elektromágnes. Igen. És ezen az elektromágnesen, a rész tekercseken, meg a normál mágnesen, ez az apró vas rezgés áramot indukál, az áram kimegy a cuccba, és bemegy az erősítőbe, csókolom. Tehát ebből a szempontból ott semmiféle, a pofon egyszerű a dolog. Valószínűleg nem is gondolták, hogy ez majd ennyire hosszú ideig működni fog, tehát hogy egy átmeneti megoldásnak tűnt úgy akkoriban, gondolom. De annyira hozzászoktunk a hangjához, annyira sokan tettek ebbe bele csodákat, hogy egyszerűen ez lett a gitárhang. Tehát ilyen a gitárhang. És valójában valami befolyásolja ezt a hangot. Mégpedig nagyon. Tehát az, hogy milyen fából van, hogy jávor van benne, vagy mahagóni van benne, vagy tudom én. Van-e teste, van üregel. Most mielőtt elkezdtünk beszélni, épp arról beszélgettünk Attilával, hogy erre most 13-as úrokat tettem föl, amikor a legvastagabb fajtúrok. Apró nüanszok, és mégis olyan radikális különbség van a hangzásban, hogy ihaj. Ettől függetlenül ezeket a dolgokat eszköznek tartom, tehát hogy a hangszer az egy eszköz, amit arra használunk, hogy a saját gondolatainkat ki tudjuk fejezni vele. És ha még egy kicsit technikailag tovább megyünk, ugye a hangszedőkig, illetve az erősítőkig, akkor van-e olyan beállítás, ami szerinted azt a személyiséget adja például a te játékodnak, ami neked a legjobban kifejezi, amit ahogyan játszanád, vagy amit át akarsz adni? Hát fogok egy meglepő dolgot mondani. Én a normál erősítőknél, tehát az olyan, ami általános rendszerű, ott mindig ötösre állítom az összes potmétert. Tehát az otthonival, a fenderekkel mindegy ilyenre állítottam. Aztán esetleg, hogyha teremnek más az akusztikákkal, máshová húzom. Ezen a kis politonon, az öreg amerikai erősítőn, ennek más egy kicsit a rendszere, ezen mindegyiket, az hangszíneket 10-esre kell állítani, akkor szól jól. Tehát valójában én úgy gondolok az erősítőre, az elektromos gitárra, meg az erősítővel való dologra, mint egy akusztikus hangszerre. Tehát, hogy ennek van egy hangszíne, és csak a szekrény, ami rezeg, az nem itt a testem van, vagy nem, hanem egy kicsi odébb. De ennek is egy jó ládának kell lenni, jó fákból kell lenni, jó papírból, jó membránból, ugye jó kondenzátorral, jó. Tehát itt már az elektronika beleszól, de nem lehet például digitálisan jó hangot csinálni. Tehát bár úgy értem, hogy vannak a modellezők, azok elég jók, én is használtam sokat stúdiókban, de nincs olyan dinamikájuk, nem igazán jók. Tehát ez egy hangszer. A torzítás, tehát ahogy egy elektroncső elkezd torzítani, az megint egy olyan esztétikai dolog lett, ami része lett a zenei hangzásnak. Tehát, hogy ma már azt szépnek halljuk, mert azok a zsenik, a Jimi Hendrix-től a többiek belerakták azokat a hangokat. Tehát az önmagában nagyon-nagyon szép tud lenni, és egy jó csöves erősítőnek egy jó kellemes torzítás, az kifejezetten szép. Én mostanában nem használom. Tehát nekem egyébként sok overdrive-on, meg distortion-on, meg torzítón van otthon, meg mindenféle effektjeim. A zengetőszerű dolgok is jók. Hát volt egy időszak, a 80-as években az ECM kiadó, a német kiadó, aki a legnagyobb jazzzenészeknek adta ki a lemezeit, ők rengeteg visszhangot használtak, zengetést, jókat, szépeket, digitálisakat. Jó időszak volt, én is használtam, de most jobban szeretem a száraz hangot. És körülbelül hány gitárod volt életed során? Ezt így összeszámoltad már? Nem számoltam össze. Nem gondolom, hogy nagyon nagy a szám, tehát 10-es nagyságrendű lesz körülbelül. És az a vicces, ebben van egy-két kuriózum, tehát van például egy 100-valahány éves magyar hangszerem, egy Sunda József készítette gitár, aki a címbalmot megcsinált, és rendőrzettem, hogy jó hozzányúlni. De az öreg spanyol gitár, hogy ami érdekes, hogy furcsa kanyarokat tettem ezekkel a vásárlásokkal, eladásokkal, hogy szereztem egy ilyen 175-öst annak idején, vagy még egy Ibanezen volt először, és aztán eladogattam, hogy aztán ugyanolyan hangszerem lett, csak mondjuk egy kicsit talán szebb.
ugyanígy a 335-össel, hogy eladtam valamilyen okból, és aztán egy ahhoz nagyon hasonlóhoz jutottam. Együtt utána a nylonhúros nem adtam el sosem, az maradt ugyanaz, mint ami volt. Ugyanakkor meg kipróbáltam egy pár hangszert, ami nem vált annyira fontossá számomra. Érdekes módon ilyen például a Stratocaster, a Fender Stratocaster. Ez nem maradt. Tehát, hogy én annyira fontos hangszernek tartom, annyira, tehát egy ilyen alap, tehát egy gitárról az jut az embernek az eszébe, meg a Pink Floydra, vagy a Hendrixre, vagy ezekre gondolunk, akkor nyilván nagyon fontos hangok, vagy Dire Straits. De az a hangszer az én szememben úgy működik, kicsit, mint mondjuk a klasszikus zenében az oboa. Van egy kis orrhangja, és ha egy középregisztert játszol, és van mondjuk ének fölötte valahol, akkor az elképesztően szép tud lenni. De ha az bejön középre, most elnézést az oboistáktól, de hogy az esetleg túl nazális mondjuk egy teljes estét, az nagyon jó oboistának kell lenni, hogy te egy teljes estét végighallgass vele, és ha azt fogadjuk el, hogy a gitár bejön középre, mint főszereplő, akkor én nekem az túl vékony, illetve túl orrhangú volt. Még az ilyen Gibsonokkal, Gibson jellegűekkel, illetve a Telecasterrel nincs ez a jelenség nálam. Van esetleg olyan, amit megbántál, hogy megváltál tőle, és nem sikerült visszaszerezni? Hát volt olyan, amit eladt, és akkor megpróbáltam visszaszerezni, és akkor mondtam, hogy hú, már nem sokkal korábban adtam el, akkor vettem valami olyasmit, hogy ezek történt. Volt egy Düsenberg gitárom, amire nagyon szép volt, és a feleségem azt mondta, hogy ha azt eladja, akkor ha eladom, akkor elválunk. De annyira tetszett neki, aztán eladtam, de nem váltunk el, Istennek. Tehát inkább ő bánta meg, talán. Az egy nagy, az egy rettenetesen precíz jó gitár volt. Egész kicsit nekem fejnehéz, tehát az volt a bajom vele. És mostanában melyik az, amelyikkel mindig koncertezel, vagy ami elsőként eszedbe jut, hogy a kezedbe vett? Hát most épp ez a 175-ös. 175-ös. Igen. Ez a jazz gitár. Tehát Joe Pesci-en játszott, Pat Metheny-en játszott, Jim Hall, szóval ez egy nagyon, nem egy különleges hang, viszont egy nagyon nemes hang. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Köszönjük.